És most indul a Sláger reggel. Sláger FM. 10 perc múlt 6 óra, jó reggelt kívánunk Kardán Petrával. És Viktorin Tamással. A munkahét közepén vagyunk, képzeld el, a felét már letudtuk. Na, ennek is örülhetünk meg például Pinknek. Itt a What About Us, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sláger. 6:47, jó reggelt kívánunk Kardán Petrával. És Viktorin Tamással. Azt írja nekünk Crazy Karesz, szép reggel, drágáim, tessék csicseregni, mert a madarakat már meguntam hajnali 4 óta. Jó. Olyan hangosak voltak. Pedig most én nem hallottam a madarakat úgy extrán. Meg olyan korán keltél? 4-kor? Hát valószínűleg a madarak miatt. Ja, szegény, igen. Mondjuk az előfordulhat, de ott nem tudom, hogy milyen valami madárrajzás lehet. Vagy nálunk nem volt semmi ilyen extra. Hát nálunk csak ilyen kis picikét, tudod, hogy reggelente szoktak énekelgetni, de arra olyan jó ébred. Én úgy szeretem, kinyitom mindig az erkélyajtót, és akkor jön be a friss levegő, meg a madárhangok. Te is ilyen csütörtök péntek környékén, amikor már ugye a hétvégi bulik előszobájánál járunk, akkor nem szokott ilyen hajnali ének szó lenni ott alapvetően? Nálunk nem, nálunk nem. Megyünk haza a buliból? Nem, a belvárosban lakunk, úgyhogy ez ilyenkor hogy... egyébként egy nem, nálunk valahogy nincs ilyen dajdajozás. Igen. Stegi is írt nekünk, hogy jó reggelit, haló, Fagyis Tomi üzenete. Ciao Petra és Tomi, bocsánat, hogy tegnap nem írtam, de a fagyizónk 30. születésnapját ünnepelte, és rengeteg munka volt. Milyen édes, tehát bocsánatot kérő, tegnap nem írtam, nem haragszom. Jó, várj, akkor kihúzom a listáról, mert összeírtuk, hogy ki nem írt tegnap. Igen, és veletek vagyok mindig-mindig. Köszönjük szépen a fagyizótoknak meg sok boldogságot, vagy Isten értesse sokáig, vagy hogy. Igen. Ez most, nem tudom, már hanyadik esküvőre megyünk a Dórival itt a elmúlt visszamenőlegesen és előre. Ja, tényleg, most folyamatosan esküvőre jártok, igen. És most már azt, arra jöttem rá, hogy tudod, mindig ilyen kívánságokat kell beírni a vendégkönyvbe, vagy bármi, és igen. Akkor... Mit írjunk? Igen, ami kreatív legyen. És baromi jót találtam ki. Na. Csak így tovább. És a Dóri rám nézett, hogy... Ezt sikerült, a kreatív fiú, jóval gratulálok, igen, egyes. Jó, de hát figyelj, na, azért nem egyes, egy gyenge, már görbül. Tehát ez egy egyes. Szerintem tök jó, és új. Aha. Tehát, hogy nem az, hogy... A csak így tovább. Nagyon sok boldogságot is. De várjál, figyelj, a csak így továbbról, az a baj, nekem az jut eszembe, amikor mondjuk a tanár gyerekkoromban, van is egy ilyen emlékképem, csak nem emlékszem, melyik tanár, így megütögette én kedvesen a fem, hogy jó van, csak így tovább. Tehát az olyan, ja, az lesajnáló. Igen. Nekem az jutott most erről eszembe, ugye a Hogyan nem találkoztam Bartók Bélával című kabari jelen, és nem mondta, hogy csak így tovább. Igen. De nem tudom, szerintem az egy ilyen tök jó ilyen útra engedő. Igen. Na jó, kérjünk inkább segítséget a hallgatóinktól, mit szólsz hozzá. Felezzük meg. Útra engedés legyen, amit a Tomiék beírjanak az emlékkönyvbe. A csak így tovább az kilőve, azt nem szavazzuk meg. Ne haragudj, kérlek. Az nem jó. Igaza van Dórinak. Tomi, jó, ne haragudj. Okay. Rendben. Az neki nem jó. Mindig igaza van, úgyhogy ezen nyilván nem is tudunk tovább menni, vagy ezzel nem kell vitatkozni. De akkor tényleg kíváncsi vagyok, adjanak valami muníciót, hogy mit tudok beírni a vendégkönyvbe. Kérünk egy kis segítséget. Tessék írni SMS 06303030958, de természetesen a Sláger FM Facebook oldalát is használhatják, közben a telefon elindult, semmi és önálló életre kelt. Fiat, te már telefonos segítséget hívjanak, kérsz. Igen, hívjanak minket, vagy Viber, vagy Facebook, bármit használhatnak. Csak 5 másodperc, hívjanak, nem emel díjas. Igen. 06303030958, 4 betű és Pestet szeli ketté. Sláger reggel. 6 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Fordán Petrával. És Viktorin Tamással. Jönnek a segítség üzenetek, ugye arról beszélgettünk, hogy mit írjak be, nem. Bocsánat, tehát én elmondtam, hogy mit írok bele a vendégkönyvbe, vagy a kis táblára, hogyha esküvőre megyünk. Csak így tovább. Csak így tovább. Oh, szuper. Ez szerintem egy tök jó. És ez egy unikális dolog, tehát ilyet nem ír más. Nem, de ne írd ezt, kérlek, úgyhogy inkább nem nézzük véletlen, meg. Hogy nem ír más. Pontosan, hogy hallgatóim mit írnak. Karesz üzenete. Tomi, írd azt, hogy legyen olyan édes az életetek, mint a dinnye közepe. Ez azért jó, mert az tényleg... Összefutott a nyála szám. Ne vicce. A dinnye közepe a legédesebb, illetve a kakaós csiga közepe is a legédesebb. Az a jó, csak a tiszta maszat leszel tőle. Ez mondjuk igaz, mind a kettőtől. Igen. Lóbusó azt ír, hogy fuss, Forest, fuss. Jaj, te! Géza üzenete, legyetek nagyon boldogok, hiszen itt jártam. Rádiós Tomi. Azért ez elég nagy képű lenne az ő esküvőjükön. Azt hiszem, hogy ezek még mindig nem azok a variációk, amik szerintem a legjobbak. Ezt ne fogadjuk még el? Még ne, még várjuk. Jó, mondjuk
Igen, ez a dinnye közep egyébként ez az, jó. Az ez jó. Ez még igen. Ugye a legfinomabb, meg leg... Tényleg nekem is ugye? Kicsit, ez futott a nyálszámba. Igen. Vagy, ha nem tudom, köpködjétek ki a magot, vagy mit tudom, meg békanő a hasatokba, vagy nem tudom, tehát hogy lehetne ezt még egy kicsit fokozni. Vagy azt mondjuk, írja Bocelli, hogy én írtam, nehogy lehúzzátok az ajándék, írtam, lehúzzátok az ajándék listáról. Uh-huh. Hogy, ezt hogy itt van, tehát hogy a Bocelli itt van, mert ugye erről beszéltünk, hogy Fagyis Tomi ugye tegnap nem írt, igen. Ezért ugye kapott egy fekete pontot. De hogy nem kapott, nem, imádjuk, hát pont azért röhögtünk, hogy nyilván a listára most kihúzom, mert ma már írt. Ja. Tehát, hogy Bocelli akkor ja, itt én van, azt hittem, hogy Bocelli nem. Ezt üzenetnek szánja az ifjú párnak, hogy nehogy lehúzzatok a listáról, érted? Jaj, hogy az esküvővel igen, kapcsolatosan. Igen, aha. Igen, de hát ha már ott vagy az esküvőn, akkor nem húzhatnak le a listáról. Na jó, eddig még nem jött meg az SMS, úgyhogy tessenek még írni, tehát mit üzenjenek Tomiék az emlékkönyvbe az ifjú párnak, segítsenek már a nem túl kreatív vagyunk, tehát köszönjük szépen. Nyuszi? Én kreatívat, én elfogadom ezt. Tehát, csak hogy én így továbbod, ne viccelj már. Figyelj, rövid, velős, mint egy fél lábszárcsont. Lesz ennél jobb. Igen? Tehát remélem. Ha őszintén bízunk benne. Én bízom benne. A hallgatóinkban, és mindig nagyon ügyesek, okosak, kreatívak, úgyhogy most is tessék megmutatni. Tudom, hogy ilyenkor még nehéz az agyat működtetni, fél hét előtt 4 perccel, de hát mindjárt meglátjuk, hogy hogy megy. És akkor egy kis inspiráció már itt is van. A zene kísér majd az úton. Ez is lehetne egy szöveg például. Egy ilyen útra bocsátó. Mit szólsz? Egy ballagáson. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlt fél 7. Jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye Tomi segítséget kért hallgatóinktól, hogy mit írjanak majd az ifjú pár emlékkönyvébe, akiknek mennek az esküvőjükre. Viki azt írja, eszembe jutott még egy. Nektek se legyen jobb, mint nekem. Ez vicces. Na jó, várja, de előtte még azt írta, hogy tartson örökké. Vagy sokasodjatok és gyarapodjatok. Nekem az utóbbi jobban tetszik. Igen? Igen. És hogyha a mi drága hallgatóink hallják, hogy folyik a nyálam, na az annak köszönhető, hogy a mi memme kollégánk, mivel a kakaós csigáról beszélgettünk, és mondtam, hogy nagyon szeretem a közepét, hozott egyet. Na most, én kakaós csigát utoljára szerintem 5-6 évvel ezelőtt tettem, mert hogy nyilván mindent szeretek megenni, de azért próbálok ügyelni arra, hogy minél kevesebb kakaós csigát. De most nagyon nehezen ment. Annyira durva, vagy az valami olyan tartalommal rendelkezik, hát, ez cukor is, meg glutén, tészta, meg... Nem, cukor is van benne, meg tészta is, meg minden, szóval, hogy na. Ez annyira jó, ma megint ezek, mehetek futni. De olyan, mintha valami teljesen... Nem is idegen az, bolygón lennék? Nem is idegen, nem, én lennék idegen bolygón. Tehát, hogy én ezeket annyira nem tudom hova tenni, nem tudom követni, tehát mibe van cukor, glutén, hát, nyuszi, azért egy édes kakaós csigában azért jó, hát azt gondolod, látom, hogy van benne anyag, tehát, igen. Hogy az oké. Okay. Meg hogy tésztából van, és hát azért az úgy nem... Bizonyos kor fölött, tehát mondjuk amíg még csak 35 éves voltam, annyira nem kellett azzal foglalkoznom, hogy mit eszem, mert ez hogy... Két héttel ezelőtt, igen, mert hogy akkor még ugye lemozogtam, csókolom. Nagyon szerencsés volt a genetikám. Aztán azóta már egy picit jobban kell ügyelni arra, hogy mit eszem. Néha, amikor eszembe jut, meg tudom tartani. Hát igen, így. Röviden ennyi. Egy gyors kérdés. Jól esik a kakaós csiga? Hát nem. Hallod, te kell nagyon. Akkor meg nem mindegy, hogyha jól esik? De teljesen mindegy, csak aztán utána a bűntudat, meg minden. Szóval ja. A lényeg az, hogy ma majd megint futhatok ja, egyet. Azt akartam mondani, hogy ilyenkor elmész és futsz 13 kilométert egy kakaós csiga miatt. Nem, sajnos nem, de hogy futni fogok, az biztos, viszont nem biztos, hogy ma kellene futnom, ugyanis állítólag az idei nyár legmelegebb napja lesz a mai, 34 fokkal. Ezzel kapcsolatban egy posztot ki is tettünk a Sláger FM Facebook oldalára, ahol ugye a kérdést is feltettük, hogy már várták, hogy végre nyár legyen, és ez a meleg, vagy nem annyira bírják és inkább klímáznak, mert azt tudom, hogy az én műsorvezető társam, drága Viktorin Tamás, nem annyira bírja azt, hogy meleg van és szenved, mint a kutya. Nekem a nedves konyharuha a nyakba... Szokott segíteni? Hát volt már olyan, igen, hogy kellett. Annyira meleg volt? Nem is annyira meleg, de én annyira nem bírom. És ja. Megnéztem az időjárás jelentést tegnap este, hogy holnap, vagy illetve hát, hogy a mai nap során milyen idő lesz, illetve a héten milyen idő lesz, és végig azt írták, hogy 17-18 fok lesz hajnalban. És akkor, de jó, hát akkor jó, hűvösség, kinyitod az ablakot, és tök jó. Még arra gondoltam, hogy lehet, hogy eljövök flip-flopba, bár rettenetesen utálom, hogy tehát, hogy azt nem szeretem, én cipőpárti vagyok, nem szeretem, hogyha csak így klaffog a lábam, én az meg a másik. Én sem bírom férfiakon, csak strandon, igen, tehát az várlik, olyan fura. Meg egy várlék tiszta kosz leszel, tehát hogy valahogy ilyen, meg olyan nem, fura nem, furcsa, igen, ez strand, az így okay. Van, strand, aha. És gondoltam, hogy abban jövök, ilyen dögletes meleg lesz, de nem baj, mert reggel meg hűvös van, maradunk a cipőnél. Kijöttem, és feljósolt az ég, és 23 fok.
Már most reggel olyan melegen volt, hogy amíg elsétáltam ide a pékségben, mi visszajöttem, nyomjuk be a klímát. Szóval dögletes meleg. Én ezt nem bírom. Drága hallgatóink, mennyire szeretik a meleget? Én mondjuk csak a strandon szeretem a 34 fokot. Bár örülök annak, hogy végre nyári idő van, mert eddig azért szüttyögtünk és sírtunk, hogy most akkor miért esik és miért nincs nyár. Most végre nyár van, örüljünk neki egy picit. De hogy védekeznek ellene klímával, vagy konyharuhával, vizes konyharuhával, ezt is megírhatják nekünk a Sláger FM Facebook oldalán. És egyébként egy ilyen klasszikus magyaros hozzáállást, ez a semmi se igazán jó. Nyilván az, hogy esett, nem tudom, hány héten keresztül, meg össze-vissza, meg tiszta monszun, tehát ahhoz képest most akkor itt a nyár, tehát örüljünk végre neki. Végre? Igen. És mindjárt augusztus, szóval szerintem tök már okék ideje vagyunk. Volt, igen. Én mondjuk nem tudom, hogy fogom ezt túlélni, de hát mindegy. Ez az én dolgom. Jó reggel! Ez a Sláger reggel! 8 perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Csodálatos szerdára virrattunk. Ma lesz a hét legmelegebb napja, és az eddigi nyár nagy valószínűséggel legmelegebb napja is, ilyen 33-34 fok simán összejöhet. Amit Tomi nem annyira szeret, én nem, imádom, bizony. Bár jobban szeretném, ha a Balaton partján lehetnénk. Téged is szeretlek, de hát ezt tudod. És hallgatóinktól ugye azt kérdeztük, hogy ki mennyire bírja a meleget, a Facebookon Ágnes azt írja, én örülök, hogy mára nincs kiírva edzésem, tegnap viszont töpörtyűre sült belőlem a zsír a futás végére, ez de jó, de jó, amikor ropog a csatolja egy kicsit, és lilahagymával, de jó is az. Veronika azt írja, hogy sziasztok, én Izraelben élek, erre a hétre 40-44 fokot mondanak, nincs kocsim, mindenhova biciklivel járok. Most reggel 7:45-kor 27 fok van, a napszemüveg pedig lefolyik az arcomon. Én jobban szeretem az itteni tavaszokat és nyarakat, kivéve, ha a tengerpartra vagy úszkálni megyek a lányommal. És még Gergő is írt, jó reggelt, én szeretem a nyarat, de klímát nyomatom ezerrel, ha olyan helyen vagyok, vagy éppen van a kocsiban. A leggyilkosabb egyébként eddig Görögországban volt a 41 fok, ott már azt néztem, hogy hová feküdjek le meghalni. Az nagyon durva, tehát ez tényleg ilyen. Jó, ezt a 33-34 fok meg, nem tudom. Én imádom a 40 fokot. Tehát, hogy nem bírom, mert marha melegen van, de hogy az még nem az a effektív rosszul lét. Városban nyilván nehezebb elviselni, mert ugye az aszfalt az ontja magában, meg a házfalak, meg még este is, de mondjuk itt szabad területen azért egy 32-33 fokot ki lehet bírni. De az a 40 vagy 44, hát az már nem emberi. Én nem tudom, én amikor voltunk Jordániában, ott volt 50 fok is, és azt nagyon bírtam, nagyon szerettem. Mert ott mit lehet más, abba bírni? Nem tudom, hát én ilyen bolond vagyok. Meg Törökországban is szoktam szeretni ezeket a 40 fölötti fokokat. De csak a tengerparton, tehát így Budapesten, hát úgyhogy dolgozni jössz meg, ügyintézés van, meg szaladgálnod kell egész nap, az nyilván nem annyira vicces. Nagy öröm nincsen benne, igen. Steigi megírta, abszolút egyetértek. Régen a hideget nem szerettem, csak a sípálya tetején, mondjuk nekem a hideg abszolút semmi bajom. Mára viszont ez megváltozott, most a meleget nem szeretem én sem. Jó lenne egy állandó 20 fok, azt szevasz. Teljesen egyetértek. Mikor így május környékén, április közepén ugye elérünk mondjuk erre a hőfokra, és akkor én most nyomom meg a gombot, hogy ezt így fixáljuk. Ez így tök jó, télen, nyáron teljesen meg lennék elégedve vele. Anyukám volt kint egyszer San Franciscóban, meg San Diegóban, és mondta, hogy ott annyira jó a klíma, mert ez az állandó 24-25 fok, és hogy ezzel nagyon kellemes, ott tudna élni. Hát mondom, ezt meg tudom érteni, igen. Jött egy másik üzenet, ugye név nélkül. Sziasztok, én sem bírom a meleget, pedig még csak 20 éves vagyok, bele sem merek gondolni, mi lesz, ha öreg leszek, vagy ha klímaxolok, hogy fogom viselni. Minden esetre azt hallottam, hogy ma lesz a legmelegebb nap. Már most örülök, hogy a munkahelyemen egész nap ott kell legyek, ugyanis klímás a helyiség. Tamás, kitartást, nem vagy egyedül. Jó, a klímával is azért vannak gondok, tehát mi a férjemmel állandóan azon vitázunk, hogy ilyenkor nyári időszakban, hogy a klíma hány fokos legyen, mert ő szegény egyáltalán nem bírja. Aha. És én meg nem tudok klíma nélkül élni, úgyhogy kicsit nehéz ilyenkor a sztori. De te bírod a meleget, és mégse bírsz klíma nélkül lenni? Na igen. Most ez hogy van ez? Hát úgy, hogy lakásban így, hát látod, itt is lehűtöm magunkat, igen, hogy működjön az agyam, és tudjak normálisan beszélni, meg szavakat formálni, mert ez nem árt, ugye, egy rádiós műsorban. Nem, majd kibírjuk, most már kibírjuk valahogy. Viszont mindannyian ismerünk igazi stahanovistákat, akik az életüket adnák a cégért. Vagy hogyha a saját vállalkozásról van szó, akkor mondjuk könnyebben értelmezhető nyilvánvalóan, hogy úgy oda teszik magukat. És itt talán mondjuk megérthető az a 62 éves angol boltos, aki 38 éven át egyetlen szabad napot sem vett ki, megszakítás nélkül 13.416 napot dolgozott. És most megy nyugdíjba. Szombaton és vasárnap is dolgozott. Atya úristen. Hétfőtől szombatig 12 órázott, vasárnap egy kicsit hátradőlt, akkor csak 10 órát dolgozott. Soha nem pihent. És él?
Hát most nem az, hogy jól van, nem kellett a szervezetének regenerálódni. Nem képzeld el. Ez nagyon durva. Várjuk azokat az igazi stahanovistákat, munkamániásokat, akik kibírják egész egyszerűen. 0630 30 30 95 8. Érkezik Ruzsa Magdi. Jó reggelt! 95-8. És most indul a Sláger reggel! Sláger! 7 perc múlt 7 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Várjuk a legnagyobb munkamániások, stahanovisták jelentkezését. 06 30 30 30 95 8. Eközben repül itt a levegőben Matt Simons, jó reggelt! Fél perc múlva 1:08, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Én ugye még nagyon jó vagyok, mert hogy a múlt héten Szabin voltam. Igen. Úgyhogy még a... Bár már ma reggel a tükörben már láttam olyan karikákat, amik a régi önmagamat idézik. Nem, még nincs, majd szólok. Még tök jól nézel ki. Én mindenkit kérdezek? Ne, vagy hát de. Na jó, mindegy, ez most nem volt egy reprezentatív felmérés. Viszont van egy úriember, méghozzá Angliában, Roy Carbanda, aki 62 éves, most megy nyugdíjba. Az elmúlt 38 évet végig dolgozta, de úgy szombat-vasárnap, de még karácsonykor is. Minden egyes nap dolgozott a saját kisboltjában. Tehát összesen 13.416 napot dolgozott. Ezt kimondani is nagyon-nagyon-nagyon hosszú. Tomi, ez nem lehet. Hogy lehet az, hogy valaki nem megy szabadságra? Én ezt tényleg nem értem. Tudom, mert olvastam már ilyen sztorikat, hogy Japánban vannak olyanok, akik annyira stahanovisták, hogy még pelenkát is felvesznek, hogy még a WC-re se kelljen elmenni, és ilyen, nem tudom, 20 órákat dolgoznak. Tudom, hogy van ilyen, vagy hát olvastam, hallottam róla, de szabadság nélkül nem töltekezel, hogy nem leszel a végére annyira stresszes, meg idegbeteg állat, hogy valakiben kárt teszel. Ezt nem írja a cikk, hogy ő kárt tette valakiben. Hát ez már biztos kiderült volna. Minden vasárnap feláldozott egy vásárlót. Hát tényleg, de 38 év úgy, hogy pihenés nélkül, megszakítás nélkül, ilyen nincsen. Igazából az a durva benne, hogy ha még mondjuk 4-5 órát dolgozott volna naponta, és mondjuk délutánonként fel tud frissülni, ki tud de kapcsolódni, nem. De ő hétfőtől szombatig 12 órázott, vasárnap pedig 10 órát dolgozott. És amikor bejelentette, hogy nyugdíjba megy, akkor nagyon édesek voltak a törzsvevők, 150-en vannak egyébként, ők tartottak neki egy ilyen kis búcsúbulit. Én nem tudom ezt elképzelni. Azért te is, meg én is kissé stahanovisták vagyunk, tehát azt gondolom, hogy eléggé terhelhetők vagyunk, és nagyon sok feladatot ránk bízhatnak, amit el is tudunk látni. De azért az, hogyha mondjuk nem lenne pihenőnap a héten egy vagy kettő, hát nem tudom, szerintem lehet megbolondulnék. Szerintem már úton vagyunk. Igen. Ugye, nem, egyébként azt hittem, amikor azt mondod a terhelhetők, azt hiszem, hogy rögtön azt mondod, hogy terheltek vagyunk. De nem, csak nem, hanem hogy terhelhetők. Tehát, hogy tényleg adhatnak nekünk feladatot, és nem mondjuk soha azt, hogy jaj, nem. És ez korábban is így volt, tehát, hogy ez minden munkahelyemen nekem is, meg te is azért, amikor mesélted, hogy mi mindent csináltál, és hogy mindig számíthattak rá. Tehát nyilván ez nagyon fontos, de azért azt gondolom, hogy ez már a másik véglet. Igen, hát forgázzal tudja tolni az ember, és mondjuk nála, ugye azt már korábban említettük, hogy ugye amiatt egy picit magyarázza ezt az egész dolgot, vagy az magyarázza, hogy ugye a saját boltja volt, tehát hogy nem alkalmazásban dolgozott így, mert hát nyilvánvalóan egyébként nem is lehetett volna, tehát hogy munkajogilag nem lehetett volna, tehát így azért megint más egy kicsit a lányzó fekvése, de hogy tehát ilyenkor azért nyilván ezt be lehet tudni. A másik pedig, hogy ugye nyilatkozta, hogy 3 gyermekük született, és mondjuk tényleg az, hogy született? Tehát írt egy SMS-t, az azt, hát hogy na este megvan, jó van, majd... Tehát, hogyha 12 órát volt nyitva, hát, akkor mondjuk 10-től este 10-ig nyitva volt, és akkor hazament, és akkor találkoztak. Tehát, hogy nem maga... Nem, mert hogy találkoztak, arra én értem, az oké, tehát, hogy az kivitelezhető, de mondjuk, hogy születik meg a gyerek, tehát, hogy a kórházba... Te, nyilván, ahhoz nem kell a férj nyuszi. Értem, hogy nem kell a férj, de hogy akkor is állapultban, tehát, hogy akkor sem. Hát valószínűleg igen. Igen. Kemény. Megkapta anyától az üzenetet, hogy megszületett az első gyerek, akkor még lehet, hogy bontottak is egy pesgőt ott. Jó, 8-kor majd végzek. Jó, igen, és akkor majd megünnepeljük. 8-kor majd végzek, mi a kaja? Meg hogy tehát ki vitte nyaralni a gyerekeket? A gyerekeknek kellenek élmények. Ja, hát nem hiszem, hogy mentek. Hát vagy anyával elmentek. Igen, azt is de jó lehet a feleségének lenni. Igen, azt is nyilatkozta, hogy 38 év után most még nem nagyon ismerik egymást a feleségükkel. Jézusom, nem mondod. De azt mondta, hogy hát úgy majd most megismerik egymást. Igen. És annak válás lesz a vége, mert eddig nem töltöttek együtt nagyon időt. Hát akkor vállal valami mellékest. Drága hallgatóink, hogyha ismernek, jó, ilyen stahanovista szerintem nincs, tehát az biztos. Viszont ha hasonlót, aki állandóan dolgozik és munkamániás, akkor írják meg a sztoriát, akár hogyha
azok, akkor ezeket az üzeneteket is várjuk. 0630-30-30-95-8. Itt a Flip the Script. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 6 perc múlva fél 8. Jó reggelt kívánunk Bardán Petrával. És Viktorin Tamással. Keressük a stahanovisták történeteit, akik igazi munkamániások, mert hogy hoztunk egy 62 éves úriembert, aki hihetetlen, de 38 évig folyamatosan dolgozott, 12 órás műszakban, most végre nyugdíjba megy. Élvezheti az életet. Lehet, hogy élvezte az életet. Nem ismerjük a feleségét. Tehát lehet, hogy azért ez egy menekülő útvonal volt. Nem hiszem, hát akkor három gyerekük hogy született volna? Ja, hát ő megpróbált vele kontaktálni, tehát hogy átlépni ezeket a dolgokat. Hát, ha működni fog. Na nézzük, hogy hallgatóink közül ki az, aki nagyon-nagyon sokat dolgozik, vagy stahanovista. Azt írja nekünk Géza, az édesapám volt ilyen munkamániás, igaz, imádta is a munkáját. Rádióból, szinkron stúdióba, majd film stúdióba, este pici bandázás a kollégáival, reggel ismét minden újra hangmérnök volt, majd 49 évesen elvitte a negyedik infarktusa. Hát ez itt a hátulütője a dolognak, mert hogy az igazán úgy lehet stahanovistaként dolgozni, vagy stahanovista hozzáállással dolgozni, hogyha az ember szereti azt, amit csinál. Így van. És ez teljesen jó, hogyha szereti, és mondjuk tényleg még este munka után még a kollégákkal akár bandáznak, akár beszélgetnek, beülnek valahová. De hát azért a testnek valahol... Hát ez az, kell a pihenés. Vannak határai. Igen. Laca a szerelő is írt nekünk, sziasztok, a tavalyi évben egy hét pihi volt csak, és úgy nézem az ideiben, is így lesz. Tehát csak egy hét pihenés, az összes többi napon ő is dolgozott. Tehát hétvége, hétköznap, mindegyik nap dolgozott. Igen, most mondjuk ebben a helyzetben nyilván sokkal nehezebb is, persze. Meg hogyha egy picit ott mondjuk a bevételek kiestek, akkor nyilván kompenzálni akar az ember, amíg tud dolgozni, vagy amíg lehetséges, akkor nyomjuk meg rendesen. Karesz azt írja, sziasztok, ha valaki jobban gyűlöl dolgozni, mint én, az festi magát. Viszont imádom a kihívásokat, nem számít, hogy mennyire terhel fizikailag, csak kelljen hozzá kreativitás. Várjuk továbbra is az üzeneteket. Ki a legnagyobb munkamániás a hallgatóink közül? 0630-30-30-95-8, de természetesen a Facebook oldalunkon, illetve Viberen is írhatnak nekünk. És itt van DJ Antoine, ez a Maseri. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 26 perc van. Ez a Sláger reggel. 9 percen múl fél 8. Jó reggelt kívánunk Bardán Petrával. És Viktorin Tamással. Azon nevetek ennyire, ugye zseniális ez a sláger, a Moves Like Jagger. Én azért mozogtam úgy, vagy megpróbáltam nagyon mozogni, mert imádom ezt a slágert. A Tomi meg gyakorlatilag azért, mert hogy annyira szűk a nacia, mint Jaggernek, amikor a színpadon áll. És úgy megyek, mint reggel... tudod, hogy egy tyúkok, igen, ugye, imádom ezt csinálni. Szegény reggel óta szenved, van egy tök jó farmer shortja, ami hát egy ilyen rövidnadrág, igen. Az a baj, hogy amikor comközép akkor van baj. Tehát, és szegény, amikor leül, akkor ez felcsúszik, és teljesen kész van az tőle. Hónajba szorít egy kicsit, az a baj. Nem nagyon kapok levegőt. De figyelj, Mick Jagger volt ilyen feszülős nacikba a színpadon, tehát nincs semmi probléma. Nekem ez nem volt célom, tehát, hogy így sikerült. Pedig én nem értem, hogy most jó, én is egy kicsit úgy már bendőben alakulok, de hogy ez a nadrág, ez egy tök hát jó nadrág volt. Hát 30 fölött tudod az élet bendőben. Nagyon durva. Ez egy tök jó nadrág volt, és soha semmi baj nem volt vele, és tényleg úgy érzem magamat, mint hogyha, nem tudom, 30 befőttes gumit rátettek volna a derekamra, és úgy, van az a teszt, amikor a dinnyére ráraknak, tudod, hány befőttes gumit, és akkor szétgúran egy idő után annyira szorítja. Na, hát, lehet, hogy ezt fogják hallani, majd egyszer csak hallgatok, hogy szétrepültem. És szemen lő majd engem a gombon, ami lehet a leesik a kakadut, lelezem a mi kalitkába a gombommal. No jó, szóval azokról az emberekről beszélgetünk, akik rengeteget dolgoznak, mert hogy egy úriember 38 év munka után megy nyugdíjba, de úgy töltött el ezt a 38 évet, hogy 12 órákban dolgozott, egészen elképesztő, bár saját bevallása szerint a feleségét sem, gondolom a gyerekeit sem nagyon ismeri, pedig van neki három, és majd ezután fognak megismerkedni egymással. Lehet, hogy tök szimpatikus emberek. Ja, igen. Igen. Kellemetlen. Mondjuk ilyenkor szoktak még a válások, tudod, előfordulni, amikor valaki végig dolgozza az életét, kiröpülnek a gyerekek, felnevelted őket, elmész nyugdíjba, és rájössz arra, hogy ki ez az állat a nappalimban. Na, hogy hallgatóink között is vannak hanovisták, erre rengeteg üzenet érkezett, például Gyöngyi azt írta nekünk. Sziasztok, fiatalabb koromban volt egy időszak, amikor nagyon fel voltam pörögve, 8 hetet dolgoztam le zsinórban pihenőnap nélkül, azzal sem törődve, hogy lejárt a munkaidőm. Igaz, én azért választottam a kereskedelmet, mert nagyon szeretem. A mai napig is ebben dolgozom, most már nyugdíjasként. Ez most már 47 év. Azért az szép. Kemény.
kemény. De még a, hogy mondjam, a fiatalabb generáció is képviselteti magát. Sziasztok, 20 éves vagyok, 16 éves korom óta dolgozom. Volt, amikor két munkahelyen is dolgoztam. Folyamatosan szabadnap nélkül reggeltől estig. Vőlegényem van, miatt álltam le a sok munkával, mert nem akarok egyszer majd olyan feleség és anyuka lenni, aki sosincs otthon. Mindezt azért, csak mert szeretem a pénzt. Igaz, költeni nem volt időm, de szerettem, ha sok van. Na hát ez az, hogyha az ember sokat dolgozik, tök jó, hogy keres egy csomó pénzt, csak mikor költi el? Na ez az. Hát ugye? Stegi is ír, édesapám volt munkamániás, építőiparban dolgozott, mikor hazaért, még utána is nyomta otthon. Ő akkor érezte jól magát, hogyha dolgozhatott. Ha nem volt munkája, kiborított egy doboz szöget, hogy összeszedje. Fater jó fej lehetett, ez megint borogatja a szögeket. Kicsit unatkozik a lelkem. A munkamániás üzeneteket továbbra is várjuk. 0-30-30-30-95-8. Itt van Travi Mekkel, jó reggelt mindenkinek. Sláger reggel. 8 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Stahanovista sztorikról beszélgetünk, Stahanovista dolgozókról, és jött egy olyan üzenet, ami nem azt mondom, zárójába teszi az egész eddigi egy órát, de hogy így, hát mindketten egy kicsit néztünk a Petrával. Melyikre gondolsz? A BKV buszsofőr? A buszsofőr. Igen. Sziasztok, én BKV buszsofőrként dolgozó hölgy vagyok. Imádom a munkámat, és szerencsére a családom is elfogadja. Ha már egy napot nem dolgozom, akkor minden bajom van, ha nem vezethetek buszt. Ez milyen jó? De cuki, akartunk vele beszélni, de valószínűleg most is buszt vezet, mert nem vette fel a telefont. Ez tök jó. Akkor... Nőként. Ez a melód, neki, és ennyire szeretem. Neki szinte akkor ez a hobbija is, nem? Szerintem igen. Hát ez akkor biztos, hogy szerelem, hogyha tényleg már annyira hiányzik neki, hogyha csak egy napot van szabadságon is. Azt szokták mondani, ugye, hogy akkor vagy boldog, meg akkor tudsz teljes életet élni, hogyha a munkád a hobbit. Tehát, hogyha annyira szereted a munkádat, hogy nem úgy kezd fel mindenre, hogy már mi kell már bemennem, és hogy vágod a centit, hogy mikor lehetsz nyugdíjas. Úgyhogy szerintem mi mázlisták vagyunk, hogy nekünk is ilyen munkánk van, én azt gondolom. Meg hogyha nehéz is elindulni, az egy dolog, de hogy utána úgy megvan az a lendület, tehát, hogy amikor ugye ezen túllépsz, hogy vagy leszakad a dereka, meg megint csörög az óra, és még sötét van, vagy már sötét van, vagy nem tudom, de hogy amikor már úgy tudod, hogy na jó, akkor már célirányosan megyünk oda, és ott már nekem jó igen, lesz. Akkor, pontosan. Akkor ott már szerintem úgy nagyjából rendben vagyunk. Igen, úgyhogy mindenkinek ezt kívánjuk, hogy ilyen munkája legyen, és akkor lehet, hogy sokkal többet tud az ember dolgozni. Meg akár még így pihenni meg is. Meg szívesebben is. Igen. Lányos apukának lenni igen komoly megpróbáltatás, hát pláne amikor már jönnek és megint kopogtatnak. Sobert Norbi lánya Lara néhány napja egy interjúban elmesélte, hogy volt olyan udvarlója, akit apukája konkrétan kirakott a házból. Hát gondolom nem tetszett neki a fiúcska. Valószínűleg valami ilyesmi történt, úgyhogy hamarosan Sobert Norbival is beszélünk, és lányos apukák jelentkezzenek, mit csináltak, amikor nem tetszett egy udvarló. 0630 30 30 95 8. Itt van Ellie, ez a Two Times. Jó reggelt mindenkinek! 95 8. És most indul a Sláger reggel. Sláger 6 perc múlt 8 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Lányos apukák jelentkezését várjuk. Írják meg, mit csináltak, amikor nem tetszett egy udvarló. 0630 30 30 95 8. Kezdésnek pedig itt van Katy Perry. Jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy lányos apukának egyébként sincsen könnyű helyzete, gondoljunk csak a Bad Boys ikonikus jelenetére. Hány éves vagy, Cula? De hát nem kell mondjuk a tengeren túlra mennünk hasonló sztoriért. Itt van velünk Sobert Norbi, jó reggel! Szia! Jó reggel kívánok mindenkit, köszöntöm a kedves hallgatókat, égen a zsír! Hát nektek van egy gyönyörűséges lányotok, és ő már azért nagy lány, tehát nyilván neki már vannak udvarlói, most komoly kapcsolata is, de gondolom azért nem minden udvarlóval bántál kesztyűs kézzel, mert hát azért apának csak meg kell felelni. Ez a sztori, amit a lányom elmesélt valamelyik interjúban, és ugye ezt kapta fel a sajtó. Ez nem most történt. Ez egy régi, aha. Régi évekkel ezelőtti történet, igen, legalább egy másfél éves történet. Úgyhogy szegény lányomnak van egy nagyon kedves, nagyon becsületes sportoló, teniszező, udvarlója, aki katolikus gimnáziumba járt, tisztelettudós. Igazából olyan, amiről minden após csak álmodhat. De jó. Nagyon rendes gyerek, és szegény, nagyon sok olyan megkeresést kap a közösségi médiában. Hallom, kidobott a pósot. De hát tehát, nem őt. Nagyon-nagyon nem róla van szó ebben a történetben. Így azt sem mondanám, hogy kiről van szó, mert nem akarok senkinek az érzelmeit és a személyiség jogaiba beleforni. De annyit elmondhatok róla, hogy volt egy
egy olyan fickó, aki hogy is mondjam, nem megfelelőképpen bánt a lányommal, nem úgy beszélt vele, hogy illik beszélni, nem volt tiszteltudó, nekem sem nézett soha a szemembe, olyan volt a készfogás, amit az ember döglöttyíkot fogna. Jaj, és nekem nagyon sokat számít egyébként egy készfogás, meg egy tekintet. Igen, hogy a másik szemébe, ha belenézel, akkor mit látsz abban? Ez mondjuk abszolút érthető. Pláne egy édesapának egy másik férfi szemében, aki a lányához próbál közeledni. Figyelj, ez egy dolog, hogy te ezt nyilván észreveszed, meg ez az első pillanatban ez realizálódik. Tehát onnantól fogva az biztos, hogy elvágta magát. Ez tuti, tehát ezt abszolút átérzem ezt a dolgot. De például te a lányod felé ezt hogyan tudtad kommunikálni, vagy kommunikáltad egyáltalán? Én annyit mondtam a lányomnak, hogy figyelj, én nem fogom neked megtiltani, hogy találkozz ezzel a srácra, mert én csak abban az esetben tiltanám meg, hogyha nem tudnám, hogy az illető mondjuk egy elég rossz társasághoz tartozik, egy bűnöző társasághoz tartozik, vagy droggal él, tehát ha mondjuk droggal él a gyerek, akkor biztos vagyok benne, hogy megtiltanám a lányomnak a találkozást, és még a tetlegességig is elfajulnék, hogy megátoljam ezt a fajta találkozást, mert meg kell óvni az embernek a saját gyerekét, ha valami veszély van. De attól, mert nem szimpatikus, attól én még nem, meg rossz érzéseim vannak, attól én még nem tízhatom el senkitől. Úgyhogy én azt mondtam neki, hogy figyelj, fölöm, elmentek moziba, azt csinálsz, amit akarsz, de ha az utcánkon belül ezt gyereket, ha meglátom, ezt nyugodtan add át, tehát az én körülmet ne zavarja, és bízom benne, hogy előbb-utóbb majd te is rá fogsz jönni, miről beszélek, és szerencse rájött. Ugye próbált ettől a sárctól szabadulni, és akkor ez a sár képes volt hajnali kettőkor is zaklatni, és valami irgalmatlan, gusztustalan, penetráns stílusban beszélt vele telefonon, tényleg úgy, mint egy Quentin Tarantino filmbe, és akkor ezt meghallottam, és akkor mondtam lányomnak, hogy ugye, kislányom, és megkezdtem, hogy ássak egy gödröt neki itt a ház mögött, mészek, kijöntem, vagy ne ássak neki, tehát mi csináljunk ezzel a gyerekkel, persze ezzel már röhögött, de onnantól kezdve lezárta ezt a sztorit. Igen, de tök jó egyébként, hogy így döntött, és ő magától jött rá, hogy ezzel a fiúval nem akar kapcsolatot, én azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit hagyhattatok. Ez így van, tehát én azt gondolom, hogy én egy fiút nem arról ítélek meg, hogy teszem azt, ki a családja. Nem is arról ítélem meg, hogy mennyi pénzük van. Nem is arról ítélem meg, hogy hányas tanuló. Hanem azt gondolom, hogy vannak-e tervei, van-e célja, és van-e tartása a gyereknek. Tehát, hogyha azt látom, hogy a srác valószínűleg nem fog feljebb jutni, mint 8 általános, de egy rendkívül kreatív, asztalos a gyerek, és tele van tervekkel, ötletekkel, én ugyanúgy tudom tisztelni és becsülni és szeretni. És ugyanúgy nem tudok tisztelni egy milliárdos családból kicsőttent kis udvarlócskát. És egy elkényeztetett tehát, valaki. Igen. Így van. És a kis bölcsész táskás elég gyereket sem tudom tisztelni, ha nem látom benne a férfi. Tehát én azt gondolom, hogy én mindig azt várom el az udvarlóktól is, és azt várom mint a saját fiaimtól, hogy fiam, legyen célod, legyen terved, legyen hited. És hogyha ha ez van, akkor tök mindegy, hogy milyen van, mert benne van az, hogy milyen lesz. És egy apa szempontjából nagyon fontos, hogy milyen lesz, mert a gyermekének vagy a lányának a jövőjét nem akarja olyan pályára állítani, amit úgy hívunk, csak nem szeretünk kimondani. Magyarországon, hogy lúzer pálya. Tehát nem szeretném lúzer pályára állítani a lányomat, mert az ember nem azért teszi bele szívét, lelkét, mindenét a nevelésbe, az életébe, hogy utána lásson egy rossz életet. És bocsánat, de rossz ember, mert az ember csak rossz élete lehet. Norbi, nem? Nagyon szépen köszönjük, abszolút egyetértünk veled. Köszönöm szépen, és köszöntek benneteket, szép napot kívánok, és égen a zsír. Ez a Sláger reggel. 8 perc múlva 8:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Na hát azért jönnek a sztorik, jó van, nem volt ez mindig annyira egyszerű, hogy csak bekopogtatott kezet fogtunk, de jó. Na hát akkor csücs az asztalhoz, Vejkó, szóval nem mindig történik ez így, és valahol ez törvényszerű is. Igen, a lányos apukáknak azt gondolom nem annyira egyszerű az élete, és Kriszti apukája is sem volt az. Szia, jó reggelt! Vagy Kriszti. Jó reggelt. Na mi volt, amikor apukád először találkozott a te mostani férjeddel? Hát az úgy volt, hogy feljött hozzám, domálgattunk, aztán egy kicsit elment az idő, kimentünk a konyhába,
Hát észre se vettük, hogy fél kettő-kettő van, kentük azon a zsíros kenyeret, mire apu az első álmából így felébredt, kijött a konyhába, szétnézett, belem közölte, hogy hát te, mire a férjemnek megközölte, mars ki! Akkor a férjem, aki most a férjem, ugye akkor igen, még csak udvarra, a férjem így ránézett, szendén összeszedte magát, felhúzta a cipőjét és elment. És aztán másnap reggel, vagy másnap, nem, bocsánat, másnap délután beállított egy üveg borral, és mondta, hogy talán mégis meg kéne beszélni. Apával, hogy minden oké legyen. És aztán utána minden oké lett? Igen, na, igen. Hát úgyhogy ők nagy harmóniában voltak, igen, úgyhogy... Ez nagyon fontos egyébként. Ez nagy harmóniában voltak, igen. És nagy, mindig úgy emlegette, hogy a kicsivelyem. Tök jó. Na igen, úgyhogy... de itt ebben nagyon sokat nyomott alatba az, hogy a akkori udvarlód, vagy hát férjed, egy szó nélkül, tehát nem szájalt, nem így is... Így van, nem tudta magát is el. Igen, bocsánat, de egyébként is egy nagyon tisztelettudó valaki. Az nem árt. És aput nagyon kedvelte, és utólag, amikor ezt megbeszélték, akkor mindig azt mondta, hogy már mint a apu, hogy hát neki már elnézést kér, hogy így délután, vagy éjjel-fél kettőkor kidobta, de hát így felső álmából azt tudta, hogy hol van. És ott van a lányával a konyhában, romantikusan egy fiú. Eszi a bödönből a zsírt, hát azt mondjuk meg is érted. Érthető. Nagyon köszi, Kriszti, hogy itt voltál velünk. És férjem meg azt mondta, hogy hát ez teljesen természetes, végül is én léptem át azt a biztonsági zónát. Így van. Hát ez van. Egy kicsit azért húzza meg magát az ember, hogyha megy a lányoshoz. Igen, főleg, ha még udvarol. Félkettőkor, igen. Köszi, így van. Kriszti. Köszönjük, szép napot, szia, szia. Sziasztok, köszönöm. Várjuk a további sztorikat, akár lányként, vagy éppen édesapaként, hogy hogy reagáltak, amikor mondjuk jött egy olyan udvarló, akivel nem nagyon tudtak mit kezdeni. 06 30 30 30 95, hogy mit csinált az a drága udvarló? Mert hát azért ez az. Vannak, akik úgy becsatolnak csizmával. Hát kenni a bödönből szegény félkettőkor a zsínos kenyeret, hát semmi rosszat nem csinált. Azért az még ugye érthető, tehát hogy akkor már biztos nagyon éhes volt. Na jó van. Érkezik Olá Gergő, törj ki a csendből, 8 óra 25 perc van. Jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel! 5 perc múlva 3:49, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Azért vannak érdekes történetek. Crazy Karesz azt írja, sziasztok, mindenki azt a virágot szagolja, amit szakított, viszont amíg világ a világ, a szülők legnehezebb feladata marad a megfelelő virágos kertbe terelni a gyermekét. Ó, milyen szépen fogalmazta meg. És Zsú is írt nekünk, az én drága apukám nem variált, megkérdezte az udvarlóimat, szereted a lányom? Ha igen, fogd és vidd. Ezek szerint apa lehet, hogy szereted. És a folytatás, szabadulni. Figyelj, te hát, ha meg tudod nevelni, nekem nem megy. Aha, igen, erre az udvarlóim rögtön elhagytak, kinek kell egy olyan lány, akit még meg kell nevelni. Ó, ez így szomorú. Jó, na jó, hát ez biztos, hogy alakult azért az a dolog másfelé, tehát hogy oké, hogy voltak ilyen példák, de azért csak sikerült valahogy kivergődni ebből a sötét gödörből. De ha már itt tartunk, hogy lányos apukák, azért ne felejtsük el azt, amikor mondjuk egy édesanyának mondjuk egy vagy két fia van, mert azért ott az anyós pajtás is tud a leendő menyekkel kicsit furán viselkedni. Az én drága nagymamám annak idején nem annyira szívlelte anyukámat. Oh. Ugye a nagymamámnak két fia volt, és ő valahogy mindig nem tudom, milyen nőt képzelt mellé, de anyukám nagyon dolgos volt. Tehát édesanyám még amikor várt engem és a pocakjában voltam, még akkor is ment szőlőt kapálni, csak hogy a nagyinak megfeleljen, érted? Tehát ő mindent elkövetett. Mindenben segített, sose sikerült. Aha. Tudod, mikor szerette meg anyukámat? Miután elváltak. Onnantól kezdve ő volt a kedvenc menye, ő volt az, aki jaj, hát csak szuperlatívuszokban beszélt róla, és addig nem tudott megfelelni neki. Szóval, hogyha most a drága hölgy hallgatóink magukra ismernek meg az anyósukkal való kapcsolatra, azért ez is megér egy misét. Az biztos, egyik ismerősöm mesélte, hogy együtt volt egy úriemberrel, és retten, ki nem állhatták egymást az anyóssal. Tehát, hogy az, mi, ahol tudott, keresztbe tett neki, és folyamat mindennek elhordta, és próbált, és súgta a srácnak a fülébe, hogy ne. Elváltak. Összejött egy lánnyal a srác,
Hát aki megmutatta, hogy milyen is az, amikor valóban probléma van, igen, és utána összefutott az anyossal az utcán egy évvel később, vagy másfél évvel később, és szaladt oda az anyós ölelgetni, hogy ne haragudj, és teljesen hülye voltam, és most akkora a gáz, és hogy elköltöztek, és nem is látják egymást, és minden. Úgyhogy kemény dolgok ezek, viszonyal a fagyi. 0-30-30-30-95-8, ha magukra ismertek, akkor írják meg a történetüket. 0-30-30-30-95-8, ezt elmondtad, én csak a dalt akartam elmondani, de mindent mondok, tehát ami eszembe jut, jó? Tényleg? Komolyan. Ez egy olyan műsor ma? Ez majd kitárult közös műsor. Ez a Sláger reggel. 8 perc múlva 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással, és az a jó hírünk, hogy ma is a következő óra végén szeretnénk megtapsolni a napemberét, úgyhogy ehhez nem kell más tenni, mint jelöljék a szeretteik közül, akit nagyon-nagyon-nagyon szeretnének, hogy megtapsoljunk. Írják meg a történetet, hogy miért ő legyen a napember. Ugye tegnap is egy nagyon szép és megható sztorit kaptunk. Reméljük, hogy ez ma is így lesz. Egyébként tegnap már Tomi mondta, hogy nagyon szívesen venni azokat az üzeneteket, aki például a kedvenc hentesét jelöli napemberének, mert hogy nála kapja a legszebb húsokat. Egyébként ilyen sem volt még. Esetleg kóstolót is lehet. Semmilyen paraszolvenciát nem kell. Tehát, de mondjuk igen, Petrával mi azért szeretjük a töpörtyűt. Tú, azt is, meg a kolbásztja minden mennyiségben. Ja. Főleg a csípőset mostanában arra vagyok teljesen rácsúszva. Hódák is csípős lettél. Igen. Most. Szóval várjuk a napembere üzenetek jelöléseit. 0-30 30-30-95-8. Azt nem szeretem a disznósajtot. Nem szereted a disznósajtot? Én nem értem, hogy az hogy? Annak hogy van létjogosultsága? Hogy született a disznósajt? Hogy abban minden van, és annyira undorítóan néz ki, hogy ezt miért, hogy lehet megenni? Nem olyan csúnya az. A disznósajt? Igen. De csúnya. Jó, nem, nekem az aszpikos dolgok, amik kiverik a biztosítékot, tehát hogy fura születése. Egyszer voltam lent Békés megyében egy disznóvágáson, és ott képzeld el, hogy úgy hívják, hogy cigányka, és egy ilyen kis méretű, hát most nem is tudom pontosan, hogy mibe töltik, de azt hiszem, hogy vastag bélbe töltik, és minden, ami megmarad a hurkából, a kolbászból, tényleg ezek a maradék, amit már nem töltenek bele, azokból csinálnak egy ilyen mixet tulajdonképpen, ugyanúgy ugye megabálják, tehát hogy nyilván fertőtlenítik, és a falu szegényei, amikor jártak körbe, amikor tudták, hogy disznóvágás van, akkor mentek házalni, és ők kaptak egy ilyen pakkot ebből. Aha. És figyelj! Megkóstoltad, nagyon finom volt. Nagyon el van azt találva. Oh. Most már tényleg kell egy hentes, mindenképpen. Igen, nagyon szeretnénk egy hentest köszönteni ma napemberének. Memme már mutatja nekünk a szívecskét, mert ő is nagyon szereti ezeket a disznó dolgokat. A henteseket is nagyon szereti, meg ezeket a disznóságokat. 0-30-30-30-95-8, figyelj, leszaladok gyorsan. De valami keresünk már tényleg. Konyha, vagy valami. De kéne, mert most már korog a gyomrom, kösz. Májas urka vagy véres urka? Véres, egyértelmű. Te az előbb még azt mondtad, a kolbász. Az is. 95-8. És most indul a Sláger reggel. Sláger. 6 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Egy német kisvárosban a kertajtónál hagyott papucsok az éjszaka leple alatt sorra tűntek el, a tolvaj kilétét is hamarosan felfedjük. Addig viszont itt van Ella Anderson, jó reggelt! Egy perc múlva 9:10, jó reggelt kívánunk ilyen latinos hangulatban Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Oly jó volt. Én úgy szeretem ezt a dalt. Egyébként igen. Az eredetiét is meg. Ezt is. Nagyon jó hangulata van. És nagyon jó hangulata van például a német kiskerteknek is, bizonyára sokan jártunk már arrafelé, és hát ott az a közbiztonság is teljesen rendben van, a hátsó kertajtónál pedig a kis kerti papucsot, ugye ott vesszük le, ott hagyja a lábtörlőn Hans, majd reggel megy, és nincs meg az egyik pár. Vagy nincs meg egyik sem. Rejtélyes dolgok történtek ebben a német kisvárosban. Ahol egyébként 100 papucs tűnt el. Összességében 100, és bizony. Nem értették, hogy mi történik, és hogy hova tűnnek ezek a papucsok. És akkor egyszer csak valaki egy fényképezőgépet ragadott, és azt mondta, hogy ő bizony végig virrassza az éjszakát, és megnézi, hogy hová tűnnek a papucsok, és sikerült is lefotózni a hajnalban egy kissé anorexiásnak tűnő rókát,
aki lopta a papucsokat, ő pedig a róka nyomába eredt, és megtalálta a gyűjtést, mert hogy a róka elvitt több mint 100 papucsot. Balos, jobbos, mindegy, nem számított, de gyűjtötte becsülettel a papucsokat. Van benne ilyen bőr, van ez a műanyag, ez a rettenetes papucs, amit ugye előszeretettel használ mindenki. Szóval minden gyűjtött a róka. Halál jó fej. De olyan édes, tehát hogy miért nem a kukákból szedte ki az élelmet? Tehát miért pont papucsfétise van ennek a rókának? Hát ezt... Vagy mit akart kezdeni hát a papucsal? Ez az 100 papucsal, egészen elképesztő. Mondjuk nálunk is vannak olyan dolgok, amik eltűnnek itt szőrén szállan a lakásban, rendszerint az én ruháim közül. És azt ezeket nem találom. Kell venni egy újat. Nem, képzeld el, hogy tavaly vettem magamnak egy baseball sapkát. Én nem vagyok egy baseball sapkás alkat, azt tehát én inkább ilyen csiniben nyomom, de szerettem volna nyaralásra. És egy drágább baseball sapkát vettem, mert hogy az úgy megtetszett. Mert ugye ritkán vásárolok ilyen darabokat, abból is az az egy van, és azóta nincs meg. És idén nyáron szerettem volna felvenni, amikor mentünk a strandra, hazahoztuk, tehát azt tudom, hogy hazahoztuk a nyaralásból, felkutattam mindent, de én rendszeresen járok így, hogy keresek valamit, és nincs meg, Szőrén szállán eltűnik az 54 négyzetméteren. Hova? Én azt nem értem, hogy azért egy baseball sapka az relatíven nagy. Hát tehát, hogy most egy, mit tudom én, nekem nem egy mond. Csavar, vagy valami beesik valahova, oké, hogy nem találod, de hát egy baseball sapka azért az nem olyan, hogy nem. Nincs. Ez nagyon érdekes. De ez az otthon keressük, hova raktuk, ez szerintem mindenhol megvan. Nálunk a családban van valaki, nem akarom megnevezni, de ő rendszeres nagy kereső, tehát sosincs meg semmi. Tehát és a Dóri? Nem. Tehát az anyósod? Nem. Tehát ki? Nem. De nagyon aranyos, hogy köszönöm, hogy végigkérdezem mindenkit, szóval mindjárt kiderül, hogy miért nem akarom nevesíteni, mert hogy eltelik egy negyed óra 20 perc, és ha nem találja, amit keres, teljesen mindegy, hogy miről legyen szó, egy gyufás katujáról, vagy csapágygolyóról, vagy baseball sapkáról, rájön a hasmenés. Te vagy az? Nem. Én azt bevállalám simán. De nem, micsoda? Igen, kézzel, de annyira felspanolja magát, vagy stresszes lesz ettől, hogy mi történik? Igen, és de tehát úgy helyben megoldódik a dolog. Édes. Tehát, igen, úgyhogy ez durva dolog. Illetve hát annyira nem kemény dolog. Igen. Nem, ez nem annyira vidám. Na, azért kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami eltűnik otthon, ami rendszeresen nincs meg. És állandóan keresik, és sosincs meg. Írják meg nekünk SMS-ben. 0630-30-30-95-8, itt van Kenny Loggins, ez a Footloose. Jó reggelt mindenkinek, aki keres, azt talál, vagy nem. Sláger reggel! 6 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye Németországban tűnnek el a papucsok folyton egymás után, és kiderült, hogy hát egy róka, a tolvaj, aki gyűjtötte, és több mint 100 példányt szerzett magának, ugye trófeákat megtalálták a róka lyuk közelében, oda pakolta le, és ez erről kérdezzük a kedves hallgatókat, hogy kinél mi tűnik el rendszeresen. Zsolti megírta, nekem a 10-es kulcsaim tűnnek el egyfolytában. Annyit vettem már, hogy harckocsit lehetne önteni belőlük. Az jó, én a 10-es dugókulcsot kerestem, nem, bocsánat, 12-es dugókulcsot kerestem. Mi az a 12-es dugókulcs, csak hogy értsem, én is meg azok, akiknek fogalmuk nincs. Kulcsnyílású dugókulcs, majd megmutatom. Légy és megmutathatom a dugókulcsomat, kislány. És ráadásul autót szereltem, és elég sötétben, ott térdeltem ott a zárhidon, és bent volt a kezem, fejem, minden, és nem találtam meg. De az Istenek se találtam meg. És úgy, hogy azzal szereltem, és mondom, beesett valahová. Ez lámpa, a férjemmel is gyakran előfordul. És sehol nem volt. Bemásztam már a kocsi alá, hogy kiesett. Nem, tolja. A doblem végütögettem minden, és most találtam meg, hát másfél évvel később, úgyhogy a szerszámos táskám aljába ott kalódott. De igen. Hogy került oda, azt nem tudom. Én nem tudom, szerintem már 4-5 szerszámos táskát össze lehet rakni a Tomi cuccaiból is, mert ugyanezt csinálja, mint te, nem talál valamit, jó, akkor vesz egy újat, akkor előtte ott egy pici káromkodás, hogy miért nincs meg, miért nincs meg, de hát ilyet vettem, és aztán utána tényleg már össze lehet állítani egy csomó, mert ő is állandóan szerel, mint te. Az a lényeg, hogy mondjuk ilyen dolgokat érdemesebb mindig megvenni, mert akkor kerül elő az előző. Tehát újonnan megint megvenni. Ja, eszembe jutott még, hogy a baseball sapka mellé még a napszemüvegemet is keresem, egy másik nagy kedvenc napszemüvegem, amit elhagytam valahol, és már mindent fölborogattam a lakásban, mindent feltúrtam, mindent megnéztem, és az sincs meg. Tomiak hazamegy, azt hiszi, hogy kiraboltak titeket. Hát ez csak a egyébként tényleg, ugye, ilyenkor mindent kihányok oda a nappali közepére, teljesen készen van minden, tehát a ruhásszekrénytől elkezdve mindent, és aztán utána pakolgathatom össze, de szeretem ezt. Szép ez ilyen. Igen, én minden héten ezt nyomom. Valamit azt mindig keresek. Itt is néz körbe egyébként a rádióban, mert itt a napszemüvegeket, azokat itt szoktuk cápcárápolni. Elloptad a napszemüvegem? Nem állna jól neked? Nem baj. Ez ilyen cicásított, hát nagyon miért, csajos. Nem lehet eladni? Ja. Van itt Gógyi. Ja, értem. Meg a TNT. Jó. Ha nem jön állom a szememre, vagy napszemüveg.
9:26 van. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Sláger reggel! 5 perc múlva 10, 3:40, jó reggelt kívánok, frászt kapott mindenki. Szóval 3:40, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye egy tolvaj rókáról beszélgettünk, aki papucsokat lopdos Németországban, de hát lefülelték, és egy szép nagy gyűjteményre tett szert, közel 100 darab lábbelit tulajdonított el. Viszont itt van velünk valaki a vonalban, halló! Dia, szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Dia vagyok. Mert hogy te meg küldtél nekünk egy videót üzenetben a Sláger FM oldalára, ezt megpróbáljuk majd mindjárt kitenni az oldalunkra is, hogy lássák, hogy nektek is van egy kis rókátok, aki szokott hozzátok járni. Igen, igen, igen. Hát körülbelül egy ilyen fél éve vettem észre, hogy a kertünkben ott mászkál, és eléggé barátságos volt, meg jó, hát ilyen simogatásról szó sincsen, de bejött, sétálgatott, körbenézett, és nem félt egyáltalán, és hát én elkezdtem igazából őt etetni, ilyen kis csirke darabkákkal, nyers csirkehússal, és hát persze oda szokott, és most nyáron már a kiskölykét is hozta magával. De jó, komolyan! Igen, igen. Aszta! Úgyhogy hát most már a kicsi az már akkora, mint az anyukája, úgyhogy már megnőtt. Úgyhogy most már ketten járnak igazából. Dia, hol laktok? Erdőhöz nagyon közel? Budakeszin. Aha. Budakeszin. És akkor közel van. A videón egyébként látszódik, hogy oda megy, elveszi a kezedből az ételt, és megy tovább, tehát elviszi valahova hátra, mert igen, hogy nyilván azért nem igen. olyan kiskutya, hogy akkor simogasd is, meg persze te ezt nem is akarod. Nem. De az, hogy fél év alatt eljutottatok idáig, hogy már elfogadja tőled az ételt, szerintem ez nagyon nagy dolog. Hát igen, én leültem, én nagyon sokáig leültem oda a lépcsőre, és csak figyeltem. Aha. És akkor ő így egyre közelebb merészkedett, aha, meg egyre bátrabb lett. Volt. És amikor legtöbbször most már az van, amikor megyek haza, már szinte ott vár engem a lépcsőn. De édes. Néz be a teraszajtón, mikor megérkezik, akkor egyből kukucskál be, hogy van-e itthon valaki, és akkor én egyből megyek ki, és viszem neki a kaját. Dia, annyit árulj el, hogy a kertben igen? nálatok papucsok vannak-e, vagy voltak-e, vagy van-e extra egyébként papucs? Egyébként volt ilyen, igen. Hogy tehát a lányomnak például a lovagló cipőjét, azt rendszeresen szerintem a szag miatt így el... Vitte, és akkor így lovaglás előtt mindig ment a kutatás, hogy hol a cipő. Na, hát akkor ezek a rókák ilyenek. Nagyon igen. köszönjük, Dia, hogy elküldted nekünk a videót, és hogy beszélhettünk veled, és akkor kitesszük az oldalunkra. Köszi szépen, szép napot neked. Szia, szia. Tök érdekes, és ilyenképp már így csütörtök környékén is, csütörtök péntek környékén is rengeteg rókát látni például bent, főleg így a belváros környékén. Marha érdekes Tamás. Egyébként. Van olyan, hogy papucs is van benne. Tamás. Hát most mi van? Na jó, hát inkább várjuk a jelöléseket a napemberére, jó? 06 30 30 30 95 8, érkezik Kylie Minogue, ez a wow! Ez a Sláger reggel! Ugyan már, hát itt vagyok. 10 perc múlva, 10 óra, jó reggelt kívánunk. Szerinted rólad szól ez a szöveg, hogy túl szép, hogy igaz légy? De csak a vége. Hát, csak a vége a dalszövegnek. Értem. Igen. Mert ugye az az üres fejrész, az ott... Az nem rólad szól. Nem. Ja, nem, csak nem. Ez. Ja, ott volt egy ilyen kis tévesztés a dologban, de így is nagy sláger lett egyébként. Aha, jó rendben. Világos. Igen. Itt van velünk Marianna. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Képzeld el, hogy kaptunk egy gyönyörű üzenetet méghozzá Karcsitól, aki azt írta, hogy téged szeretne a napemberének jelölni, mert hogy 25. éve töretlen szeretettel fogadod őt el. Wow! Köszönöm szépen! Köszönöm! 25 éve házasok vagytok, vagy 25 nem. éve vagytok együtt? Igen, 25 éve vagyunk együtt. Azt a mindenit, és hogy nem kérte még meg a kezed? Jó, házasok vagyunk, csak később házasodtunk. Ja, oké. Azt hittem, hogy mondom, ilyen vadasban élitek a mindennapjaitokat. Nem, 22 éve vagyunk házasok. És hogy ismerkedtetek meg annak idején? Hát, még az Express újság hirdetésével. Komolyan? Aszta! Ó, de isteni! Ez nagyon jó sztori. És elmeséletek hozzá egy plusz sztori? Persze. Én 25 voltam, ő pedig 34, de elírták, és különben be se került volna abba a kategóriába. Ja, tényleg. Szerint, mert igen. én életkor szerint választottam, és ő neki 24 évet írtak, nem 34-et, és így került be végül is a kosárba. De jó. Ez nagyon jó. És még az Express újsága. Drága Marian, te vagy a napembere, jár neked a taps. Köszönöm. És nagyon sok boldog évet kívánunk nektek még együtt. Csak így tovább. Igen. Köszönöm. Szerintem mellettem cuppanthatok meg. Igen!
Akkor átszól. Puszíjuk, Karcsi, tiszi a Karcsi. Átadom. Sok boldogságot kívánunk nektek. Sziasztok. Szia. Hello. Legyetek nagyon boldogok. Köszönjük szépen. Sziasztok, örülünk, hogy beszéltünk. Sziasztok, sziasztok. Sziasztok. Édesek voltak nagyon. De aranyosak, jó kicsit meg volt szeppenve mindenki, de ez így van rendjén. De hát hihetetlen, hogy így megismersz valakit, de hogy a véletlennek köszönheted a párt. Mekkora véletlen van benne, ez a komoly, igen. De hát működik, hiába nincsen semmi sem véletlen. Jön Laura Brenigen, ez a Gloria, 9:52 van, jó reggelt! Sláger reggel! 5 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Drága Arany Zolikám, melyik mikrofont választod a sok közül? Várjál, telefonos. Ilyen elegánsan vannak a mikrofon állványok berakva, hogy keresztbe van téve a lábuk, úgyhogy ezt innen én már... csináltam, most direkt megtéveszelek. Na jó csináltad. Petra, Tomi, Petra. Hallottad, hogy az imént beszéltünk diával, aki rókát szelídített? Nem hallottad. Na, mert hogy az volt, hogy Tomi talált egy olyan hírt, hogy egy róka ellopott 100 papucsot egy német kis városban, és aztán Dia is átküldött nekünk a Facebook oldalra, a Sláger FM Facebook oldalra egy videót, egy róka jár hozzá kajálni. És te is nagy állatszelídítő vagy, de nálad bocsánat, csak azért örülök, mert a Tomi múltkor talált egy rókát a porcelán malac mellett, tudod? Istenem, ő is ezzel a rókával jött, most már gyerekek, komolyan volt, mondom. Ilyen, de akkor még fiatal voltam, és bohó. Igen. Én az Zolinak az állatszelídítésére akartam áttérni. A rókával most nem találkoztam, most mókus volt legutóbb. Ne viccelj, hát mondtad, hogy azóta nem beszéltünk, hogy borz is volt, nem? Hát de te elmentél nyaralni, az előtte volt a borz. Azóta már most ti beszéltetek. Szombaton, nem, azért mondom most, mert nem beszéltünk. Szombaton mondom, egy ismerőssel beszéltem éppen, mondom, figyelj, tudod, mit nem láttam még ezzel? Mókust. Másnap megyek föl a házhoz kocsival, egyszerűen tik-tik-tik, mókus ki az erdőből, megáll az út közepén, körülnéz, rám néz, tik-tik, visszament. Mondom, valaki szivat. Tehát, hogy ez tényleg olyan, mintha így most direkt ide küldték volna. Ez itt vagyok, mókus! Minden nem működik, amit te kívánsz, az megtörténik. Hú, várjál, most, hogy mondod, kiváló. Mert ez mennyire menő. Azért ez tök jó, nem? Hát figyelj, most attól függ, hogy ha ez csak ilyen kis állatokkal működik, vagy rácsállókkal, hát ezért nem megy akkora dolog. Hogy ez minden nem működik az Olinak? Az, hogy amitől megszabadulni szeretnék, az meg nem az megy. Meg nem. Az még mindig ott van a Pele. A Pele? Szegény Pele. Hogy a Fene, Bele, ja. Figyelj, vettem neki ugye csapdát, azt mondtam múltkor, ilyen rácsos. Olyan büszkén itt mondtad neki, igen, de olyat, ami nem bántja, és ez fontos. Így van, igen, direkt olyat választott. Igen, hogy utána mondta, megfogadtam, hogy nem bántom, megfogom, elviszem 50 kilométerre, ott mehet útjára. És nem, eltűnt belőle a mogyoró, mire mentem vissza múlt hétvégén, de az állat sehol. De szerintem az egérette meg a mogyorót belőle, mert az kifér a lukon vissza. Ja, tényleg. Úgyhogy most átraktam máshova a csapdát, hogy hát ott a Pele is meg lesz. De ez annyira jó volt, annyira röhögtem, hogy a Garami szokott állandóan cipőket rendelni, és mindenhol cipős doboz van itt bent a rádióban. Igen. És a Zolinak is jött csomag, és és itt bontotta ki az üvegen, néztük, hát mit rendelt a Zoli? És látjuk, hogy egy ilyen csapda, ilyen mindenféle drótok, kis meg ketrec, nem tudom, olyan boldog volt tőle, de hát nem sikerült. Múltkor meg ultrahangosat vettem, az is egy kalap. Tehát, hogy azt így, hát nem, aki ezt kitalált és ezzel megetette a jó népet, mert az ultrahangos riaszt... És mennyi pénzt keresett belőle? Ja. Ügyes volt. Na, ha lesz legközelebb rókád, nem most beszéltünk róla, azért majd meséld el. Már hogy a hétvégi házban, fiúk, én az állatról beszélek, gyerekek, még mindig. Fogyassz a felelősséggel. Na jó. Annyi róka lesz jövő. Holnap reggel 6-kor várunk mindenkit nagy szeretettel. És óvatosan a rókákkal.